1899-ben evangélikus leánylíceumként indult a tanítás a nagymúltú intézményben. 60 éve folyik agrárképzés, és 20 éve vált a lovász oktatás fellegvárává a kőszegi evangélikus szakgimnázium és szakközépiskola. A magyar lótenyésztés megalapozója, a kőszegi születésű Csekonics József tiszteletére az intézmény 10 éve szervez szakmai napot. Az iskola lovászképzése a Dunántúlon egyedülálló. Szovák Mona például Szombathelyről jár a mezőgazdasági technikus szakra. Vannak komoly terveim, ebbe a szakákba szeretnék elhelyezkedni a jövőben, és van 3 lovam, akikhez minden nap kiárok, minden nap etetem őket, foglalkozok velük. Az intézmény szeretné, ha a lovászképzés még vonzóbb lenne a diákok számára. A lovardák számának növekedése miatt egyre több ilyen szakemberre van szükség. A mezőgazdaság, így a lovas szakma is azt gondolom egy nehéz szakma. Itt nincsen hétvége, nincsen ünnepnap, mindig ott kell lenni, és ezért nagyon fontos lenne az, hogy a lótenyésztés és a lovász szakma hiány szakma lenne. Ezzel az ösztöndíjjal a iskolánk vonzerejét is megnövelnénk, és a diák is érezné azt, hogy elismerve van. Az ünnepségen ismertették a hamarosan induló jelentős fejlesztések részleteit is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hazai forrásból 820 millió forint visszanemtérítendő támogatásból valósulhatnak meg itt különböző beruházások. A Kraft program keretében a tangazdaság területén lovas turisztikai központot hoznak létre. Lóistálló, fedett lovarda, 4 évszakos pálya és állatbemutató megépítésével. Emellett a tankertben körte génbankot, rezisztens szőlőültetvényt, gyógy- és fűszernövénykertet telepítenek. A kollégium átalakításával pedig egy tanszálloda is készül.